Jó estét kívánok Önöknek! Ez itt a Digitális Magyarország című műsorunk. Ebben foglalkozunk azzal, amely a Nyíregyházi Alprogram kapcsán bármilyen utomódon fölbukkanhat, mint kérdés. Így természetesen azon a tájékoztató előadáson is ott voltunk, ahol a Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökség szakemberei a Nyíregyházi E Magyarország pontokon dolgozó tanácsadóknak mondták el, hogy mi minden változás várható az ő szakmai területükön is, na meg persze a digitális Magyarországot megteremtő program kapcsán is kérem, hogy látogassanak el velünk. Négy pillérre, négy lábra épül ez a program, és azt célozza meg, hogy a Magyarországon, Magyarország egészén mind internet hozzáférésben, mind egyéb infrastruktúrában, mind képzésben, mind a KKV-k digitális felkészültségében, tehát a kis és középvállalatok digitális felkészültségében, mind pedig az egyes emberek digitális írás tudásában lépjünk egy nagyot előre. Az első lába digitális infrastruktúra, az lényegében, egészében hogy mondjam, internet hozzáférés sávszélesség fejlesztésről szól tehát azt célozza meg, hogy mindenki bárhol is lakik érjen el szélessávú internetet, legyen meg a lehetőség a szélessávú internet elérésének a digitális közösség és gazdaság pillér ugye a második pillérünk az városokban intelligens városi megoldások fejlesztését célozza meg itt olyanokat kell elképzelni, csak ilyen étlapszerűen felsorolva, hogy például ingyenes wifi hozzáférés a közterületeken, hogy városkártya bevezetése, amivel mondjuk a közintézményekbe lehet belépni, vagy a csatlakozó kereskedelmi egységeknél pontokat lehet gyűjteni a vásárlással, és utána ezeket a pontokat beváltani, ilyesmikre. Illetve a, még a digitális közösség és gazdasághoz tartozik hozzá, hogy a kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztésére e, nyújtunk e, e, támogatást. Ezzel ugye ennek a célja a, a, növekvő, e, tehát a versenyképesség növelése. E, digitális állam pillér. Az a lakosság és a vállalkozások számára elérhető elektronikus közszolgáltatások kiterjesztését jelenti. Magyarra fordítva, minél több ügyet lehessen interneten, otthonról elintézni, a megnyíló kormányablakokban elektronikus módon lehessen ügyet intézni, tehát lerövidülhessen az ügyintézési idő, vagy például az önkormányzatok számára a van egy ASP nevezetű rendszer kialakítása, hogy mondom, maga a rendszer már kész van a kiterjesztése még folyamatban, ami az önkormányzati feladatokat támogató informatikai rendszer, amit igénybe vehetnek az önkormányzatok. Tehát ez a digitális állam című pillér. És a végére hagytam azt, ami minket a legjobban érint ebben a körben, vagy érdekel, ez a digitális készségek pillér. Itt azt célozzuk meg, hogy azok a célcsoportok, akik valószínűsíthetően önmaguktól nem tudnak maguknak digitális eszközöket vásárolni, azok támogatásként használatra kaphassanak eszközöket. Tehát ők mondjuk gyűjtőnéven nevezzük a rászorultaknak, többféle célcsoport van, majd meglátjuk. Támogassuk meg őket a számítógépes alapismeretek Elsajátításában. Ehhez nyújtsunk képzéseket, és ezzel próbáljuk meg az életminőségüket, illetve a, a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, a munkaerőpiaci helyzetüket egy kicsit javítani. Ez most egy áttekintő volt, itt azért a részleteiben látszik minden. Itt a, ami világos kék, azt a vonatkozó kormányhatározatban a kifű, tehát a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség kapta meg feladatként. Itt látszik, hogy viszünk informatikai eszközöket az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt köznevelési intézményekbe a mi feladatunk volt kitalálni, most folyik majd a beszerzés, és mi valósítatjuk meg Nyíregyházán ezt az intelligens város vagy Smart City modellprogramot. A nem közvetlenül mit csináljuk, de mi felügyeljük a kkv informatikai fejlesztésére szánt pályázatot, illetve a kormányablakok felszereltségét, az új elektronikus ügyintézési folyamatok, kialakítását, ezt az említett ASP központot, tehát, amivel az önkormányzatok tudják a saját feladataikat ellátni. Uh, mobil eszközöken igénybe vehető uh, uh, e közigazgatási alkalmazás, sok ilyen elbetűt fogok mondani kötőjel. Jó, tehát itt ebben benne van a belügyminisztérium, benne van a infokommunikációs szolgáltató ZRT, tehát a NISZ, uh, benne van az emberi erőforrások minisztériuma ebbe a megvalósításba. Nálunk van teljes egészében a felnőtt képzési program, amit a, ami a, azoknak a rászorultaknak a számára fog képzést biztosítani, akik a notebookokat meg fogják kapni tőlünk használatra, és hát magunk, maga az eszközosztás a rászorultak számára. A notebook osztás egyszerűen, ami, ami minket majd érint, és ehhez kapcsolódóan majd a, az informatikai képzés, a iskolák gyakorlatilag. Az, amit elmondtam, a mi feladatunkban, amelyik ugye a rászorultsági eszközosztás, illetve majd a felnőttképzés, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a fő támogatója, a gazdája ennek, ugye a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség az NFM egyik háttérintézménye, mi csináljuk a megvalósítást. A, ugye most már az idéntől ugye hozzánk tartozik az Elmagyarország Centrum, amit talán önöknek nem kell bemutatnom, és a, itt helyben a város részvételével, aktív közreműködésével fog nyílni egy pályázati programiroda, amelyik önökhez hasonlóan támogatni fogja a pályáztatás és az eszközosztás megvalósítását. Egy lakossági pályázatot fogunk indítani, a mostani tervek szerint, és hogyha a közbeszerzés istenei is úgy akarják, akkor november 16-ai kezdéssel nyílik majd a pályázati programiroda. Onnantól kezdve lehet leadni a pályázatot. Mit fogunk kiosztani, mire lehet pályázni? Összesen megint csak a közbeszerzéstől függően, attól függ, hogy a rendelkezésünkre álló keretből mennyi jön ki, de körülbelül 5000 darab notebookról és Maximum ezer darab tabletről beszélünk, amit, amit használatra ki fogunk osztani rászorultaknak. Erre pályázhatnak. A, az a döntés született, hogy a város és a járás települései között a lakosság szám, arányának megfelelően fogjuk befogadni alaphelyzetben a, a pályázatokat, illetve a nyerteseket ilyen arányban fogjuk hirdetni, és ugye innentől ugye az eszközöket ilyen arányban fogjuk osztani. Természetesen ugye a célcsoportok majd látszanak, ott lehetnek eltérések, valahol nem jelentkezik annyi pályázó, akkor nem tartjuk meg az eszközöket magunknak, hanem a maradékot azt szétosztjuk a, a többi célcsoport között. Milyen gépeket osztunk ezekkel? Egy általános használatú notebookról beszélünk, amin lesz egy operációs rendszer, lesz rajta egy irodai programcsomag, lesznek rajta mindenféle egyéb ingyenesen elérhető alkalmazások, amik itt támogatják az embert, amiket, tehát tudjanak egy PDF-et elolvasni, egy videót lejátszani, zenét hallgatni, stb. stb. Lesz egy olyan távmenedzsment program, amelyik a. Igazából nem tesz mást, mint hogy a beazonosítja a gép helyét, most mondjam, azt szakmázunk egy kicsit, IP cím szintjén, tehát ez nem azt jelenti, hogy konkrétan címet, házszámot fogunk tudni arról, hogy hol van a gép, de azt igenis tudni fogjuk a távmenedzsment program segítségével, vagy annak hiánya, kapcsán, hogyha történt valami a géppel, és mondjuk Ukrajnába tűnik föl, vagy valami ilyesmi, akkor azért össze fogjuk vonni a szemöldökünket. Erre való a távmenedzsment program, egyébként meg néhány dolgot távolról megoldani is tudunk, hogyha valamilyen probléma adódik a géppel irodai programcsomaghoz vissza, ugye táblázatkezelővel, szövegszerkesztővel, prezentó, prezentációkészítővel, természetesen, természetesen internetböngészővel, és lesz rajta egy tartalomszűrés vírusírtó alkalmazás. Tehát körülbelül erről a notebookról beszélünk. Aki megkapja, az térítés mentesen használhatja három évig biztosan. Tehát gyakorlatilag a három éves jótállás időszaka alatt, ahol is ugye a jótállási szolgáltatások azokat mi biztosítjuk a szállítón keresztül, mindenki, aki kapott, az ingyen és bérmentve használhatja, ezért bizonyos vállalásokat kell tennie cserébe, de az eszközt megkapja használatra, ingyenes használatra. Még egy kicsit nyitott kérdés, hogy három év után mi lesz vele, de valószínűleg az lesz a járható út, hogyha jelképes összegér, ami ugye igazából csak az adminisztráció miatt kell nekünk, hiszen alaphelyzetben állami vagyonról van szó, jelképes összegért föl fogjuk ajánlani megvételre a három év után az eszközöket. Tehát ez egy valószínűsíthető forgatókönyv három év után. Amit kérünk cserébe, elsősorban és legfontosabb, hogy a Felnőtt képzési programunkban, amelyik informatikai képzést jelent, alapképzést jelent, minden támogatott vegyen részt. Ezek a képzések elindulnak valamikor, mondjuk március magasságában jövőre, valószínűleg az első csoportok akkor, akkor indulnak, és hát zajlanak országosan, a Nyíregyházával és a járással kezdünk, tehát az itteni támogatottakkal kezdünk és akkor amikor kifut, akkor kifut. Még egy vállalás, ami ide nincsen fölírva, az, hogy egy kedvezményes internet előfizetésre be kell neveznie a támogatottnak. Mert hogy Magyarország.hu, tehát ügyfélkapu hozzáférést fogunk kérni tőlük. De ezek benne lesznek a támogatási szerződésbe, és a részletekből majd, majd látszanak. Kik a célcsoportok? és ugye a százalékos arány is, tehát az elérhető eszköz mennyiséget hogyan fogjuk megosztani. A 25 százalékát a nagycsaládosok kapják. Nagycsaládosokban az az érdekes még, hogy a tabletek, amennyiben jut, majd erre is kitérek, egy részét ők megigényelhetik második eszközként, abban az esetben, hogyha egy adott nagycsaládon belül van kettő jogosult, aki egyébként a támogatásra jogosult lenne. De alaphelyzetben minden háztartásban egy eszközt adunk, kivéve a nagycsaládosok, akik ha van két jogosult, akkor kaphatnak egy tabletet még pluszba. Gyermeküket egyedül nevelő szülők, megváltozott munkaképesség és fogyatékkal élő személyek, álláskeresők és a közfoglalkoztatási programban résztvevők, 45 év fölötti munkavállalók, és akkor végén az aktív idősek, akik az a tableteknek az alapvető célcsoportjai, tehát a, a gyakorlatilag nyugdíjasokról beszélünk, akik tabletre pályázhatnak. És akkor azért mondtam a nagycsaládosoknál, hogyha jut, hogy van egy célszám, ugye ezer darab, Tablet, ebből nem, tud, nem tudjuk most még, hogy mennyit fogunk tudni effektíve beszerezni, amennyi a keretből kifutja. Az első 600-at az aktív idősek kapják meg, a maradékot pedig adjuk második eszközként a nagycsaládosoknak. Vannak ugye alapvető pályázati feltételek, hát lakjon itt tehát ez ugye a legegyszerűbb nyilvánvalóan, és a, 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 miután ez egy település központú kísérleti alprogram, amiről beszélünk, és Nyíregyházáról és a Nyíregyházi járásról szól, a járás településeiről szól, ö, településeiről szól nyilván az jogosult rá, aki a települések valamelyikén lakik. Legyen magyar állampolgár, legyen cselekvőképes, büntetlen előéletű, van egy maximális, a háztartásban egy főre jutó jövedelem, amit nem haladhat meg ahhoz, hogy jogos út legyen, ez... 98 ezer forint, egyedül élők esetében pedig 140 ezer forint. Jó, tehát ez a, ez a, ez a határ az egyfőre első jövedelem tekintetében. Ne legyen köztartozása, említettem az internetszolgáltatást és a kötelező képzésben való részvételt. Azért van bekeretezve, mert a kötelező képzésről fogok beszélni még egy kicsit. Ahogy említettem, ez egy országos program, ugye vannak a mindenféle jó kis operatív programok, most a tavalytól ugye a GINOP az egyik ilyen nagy csomag, a GINOP 612. Ez alól, ez alatt már van egy nevesített projekt, több nevesített projekt van egyébként, de a 612 az arra vonatkozik, hogy Magyarországon országszerte 100 ezer, digitális írás tudással nem rendelkező, rászoruló, tehát gyakorlatilag ugyanaz a célcsoport, mint az eszközosztás, ugyanazok a célcsoportok kapjanak egy számukra ingyenes informatikai alapképzést annak érdekében, hogy egy kicsit hát, sikerül javítani a munkaerő piaci helyzetükön. Ez alól kivételek az idősek, hiszen a ginokból ugye tudjuk, ez EU-s forrásból megy, ott meg nem lehet, tehát a nyugdíjasokat nem lehet ilyen, ebből, a, ebből a forrásból támogatni. Tehát ők egy uh, helyi specialitás, hogy kapnak, tehát hogy célcsoportá váltak és kapnak eszközöket. Uh, jó, indulnak a pilot-pilot, tehát a modell jellegű képzésekkel, próba jellegű képzések valamikor az első negyed évben, március környékén, uh, akik nyújtottak be pályázatot és nyertek, és nem kapnak felmentést, azok mehetnek az induláskor. Maga az egész országos nagy, nagy lélegzetű képzési program, az meg majd jövő év augusztusától indul. Mik a vonatkozó tervek? Ugye kommunikáció már zajlik, tehát azért is készülnek itt a felvételek. Amiben megpróbáljuk itt a városban és a járás településein egy kicsit népszerűsíteni, egy kicsit propagálni az alprogramot, és hát elsősorban, ami ugye leginkább érinti a magánszemélyeket, az eszközosztást. A terveink szerint, ugye november 16-tól másfél hónapig lehet leadni a pályázatokat a beérkezett pályázatokra nyilván a hiánypótlást, a kiértékelést januárban elvégezzük, kiértesítjük a, a nyerteseket, hagyunk jogorvoslatra időt, nyilván lesz, aki panasszal fog élni, mert szerinte nem jól értékeltük a pályázatát. És a mostani tervek szerint március-áprilisban, tehát két hónap alatt próbáljuk meg majd eljuttatni a az elnyert eszközöket a támogatottak számára, és akkor már harmadszor a 2016. március, mint képzés képzésindulási időpont. Hogyan lehet pályázatot benyújtani majd? És akkor most már kezdek egy kicsit rátérni arra a feladat csomagra, amit, amit önöktől elvárnánk majd. Személyesen, ugye, amit említettem, itt Nyíregyházán lesz egy komoly pályázati programiroda, Megpróbáltunk egy olyan nyitvatartást kitalálni, hogy mindenki számára jó legyen, viszonylag sokáig ott lesznek, várják a, a pályázatokat, illetve önöknél az elmagyarország magyarország pontokon lehet majd pályázatot benyújtani személyesen. A személyes az ugye egyben azt is jelent, hogy papír alapon, tehát nyilvánvalóan abban, abban gondolkodtunk, hogyha valaki most igényel magának informatikai eszközt, és megy képzésre, akkor lehet, hogy nem fogja tudni esetleg interneten kitölteni, tehát papíron elérhető lesz, és papíron be lehet majd nyújtani. De lesz egy internetes felület, ahol elektronikus úton be lehet nyújtani a, a pályázatot, illetve postai úton is be lehet küldeni majd a, a pályázati programiroda címére ide Nyíregyházára. Hogy néz ki a feladatmegosztás a két személyesen pályázatot fogadó helyek között? Ugye papíron a pályázati dokumentációt biztosítani fogjuk a programirodába is, és biztosítani fogjuk önöknél is. Tehát, hogyha valaki oda megy, hogy szeretne pályázni, lesz ott kinyomtatva egy kupac, oda lehet neki adni, hogy itt a csomag, tessék szíves lenni kitölteni. A igazi telefonos személyes ügyfélszolgálatot, tehát amit tényleg be lehet menni, beszélgetni, nyitva tartási időben el lehet érni, ingyenes telefonszám, stb. Azt a pályázati iroda fogja biztosítani. Ezzel párhuzamosan ugye önöknek tartunk majd egy olyan felkészítést, szerintem valamikor november elején, ami a teljes, részletes feltételrendszerről, a szoftverről, mindenről, tehát hogy tényleg meglegyen az a tudás, ami a pályázathoz kell. És hogyha valaki önöktől kér segítséget a pályázattal kapcsolatban, akkor megtehesse és tudjanak rá válaszolni. Tehát ez a pályázók segítése, támogatása. A pályázatok átvétele tehát személyes átvétele, az szintén mind a kettő, tehát a programirodának is és önöknek is feladata. Tehát, hogy valaki kitöltötte papíron, akkor önökhöz majd be tudja vinni egy átadás átvételi bizonylatot kell a szoftverből előállítani, nyomtatni, és a pályázati programiroda majd mondjuk heti kettő rendszerességgel, küld egy autót, és a beadott pályázatokat elviszi önöktől. Tehát azzal nem kell rohangálni, csak át kell venni majd. Egyébként meg, ugye, mint elmagyarország pontok, E, azt várjuk még a pályázók segítése, támogatása pötty e, alatt, hogyha valaki úgy megy oda, hogy ő elektronikusan szeretné benyújtani, tehát azon a felületen, amit biztosítani szeretnénk, akkor ebben adjanak támogatást majd. De mondom még egyszer, hogy a megfelelő felkészítést meg fogják kapni, e, meg fogjuk mutatni, ki lehet majd próbálni a szoftvert, de egy, nem egy ördöngösség, 15-16, nem tudom pontosan hány adat beviteléről van szó, amik személyes adatok, megpróbáljuk úgy kialakítatni a szoftvert, hogy az megfelelően segítse formátum ellenőrzéssel, kitöltöttség ellenőrzéssel majd a, a, a kitöltött, tehát hogy tud, tudnak majd egy támogatást adni a pályázók számára. Az elejéről kihagytam a személyes toborzást, ami számunkra egy nagyon fontos dolog. Ez egy erre dedikált állami forrás, ezt szeretnék elkölteni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy azok, akikkel kapcsolatba kerülnek, azokon a csatornákon, amik az önök rendelkezésére állnak, egy személyes toborzás jellegű feladatot vigyenek innen az elejétől kezdve, hogy minél több ember megtudja, megismerje és pályázzon. Ezekre az eszközökre. Ehhez eh, fogunk adni segítséget, fognak kapni szórólapot, fognak kapni plakátot, amit ki lehet tenni a, a ponton. Készen van a honlap, ahol egyébként elérhetőek a, a minden információ és dokumentum, tehát mind a, a letölthetőek az adatlapok a tájékoztatók, minden. Tehát ehhez minden segítséget meg fogunk adni, de, de azt várjuk, hogy, hogy akikkel kapcsolatba kerülnek, azoknak népszerűsítsék ezt a pályázatot. Ez a személyes tomozás. Egy, egy, mondattal még így kitérnék a magára az eszközosztásra, amit ugye említettem, hogy március-április környékére tervezzük, de lehet, hogy április-május, mindegy, tehát valamikor első- második negyedév jövő, jövő évben. Két hónap alatt szét kell osztani ezt a 6000 darab eszközt, de ugye a képzések nem tudnak elindulni, úgyhogy lesznek nyilván olyanok, akik, akik segítséget kérnek az eszköz használatában. Ez a helpdesk tevékenység, bármennyire is ijesztően hangzik, ez semmi másról nem szól, mint hogy szintén egy általunk biztosított felkészítő alapján, azokra az eszközökre vonatkozóan, amiket kiosztottunk, tehát az ismerős eszközökre vonatkozóan, egy nagyon-nagyon alap bemutatót tudjanak tartani azok számára, akik érdeklődnek. Kiknek miről és miért tartottunk előadást? Az Elmagyarország ponton dolgozó eltanácsadóknak tartottuk most egy tájékoztatást, amelyikben megpróbáltuk elmagyarázni, hogy a Digitális Magyarország program és ezen belül a Nyíregyházi Alprogram az miről szól, és hogy milyen részvételt, milyen segítséget várunk el tőlük, elsősorban a rászorultsági eszközosztásnak a pályáztatásánál. Voltak előkészítő megbeszélések, sőt hát a projekt elején valamikor tavasszal már kaptak egy átfogó tájékoztatást az alprogramról, de ez most már a konkrétumokról szólt, illetve a jogi háttér megteremtéséről szólt, tehát most kötöttünk velük szerződéseket, és kezdik a munkát egy hónapon belül. Nekik is lesz esetleg külön képzésük? Igen, még a, még a pályáztatás lebonyolításának a megkezdése előtt fogunk egy ö, ö, nagyobb képzést tartani nekik, amelyik az eljárásrendről, a ö, software, pályázati szoftver használatáról ö, és a, az alapvető részletes információkról fog szólni. Hány tanácsadóval kötöttek a mai napon szerződést, és mit tartalmaztak ezek a szerződések? 20 tanácsadó közreműködésére számítunk. Ők azok, akik végül a teljes körből, a 25-26 eltanácsadóból végül részt vesznek ebben a munkában itt a városban, illetve a járásban. És az ő feladatuk lesz az, hogy a támogassák a pályázat, pályázókat információkkal, segítsék a pályázati adatlap kitöltését, akár papíron, akár szoftveren, begyűjtsék tőlük a, a pályázatokat, és egyik oldalról, másik oldalról pedig toborozzanak pályázókat, hogy minél többen pályázzanak, hogy a, azokat az eszközöket, amiket ki akarunk osztani, ezeket tényleg ki is tudjuk osztani. Hogy került a kiválasztásra a tanácsadó? Az összes helyi, tehát városi és járási eltanácsadót megszólítottuk, és ők azok, akik vállalták. Tehát nem, nem egy szelekciós folyamat volt, hanem gyakorlatilag mindenki, aki vállalta, az kapott szerződést. Most tulajdonképpen mi megbízási szerződést írtunk alá, aminek keretében segítséget vállalunk a településünkön élő emberek számára a pályázat megismerésében és beadásában. Milyennek tartják önök ezt? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen nagyon sok rászoruló van. Egyébként meg is van határozva azoknak az embereknek a köre, akik pályázatot nyújthatnak be. Ezek között munkanélküliek is, illetve közfoglalkoztatási programban résztvevők is szerepelnek, 45 éven felüli munkavállalók. Tehát nagyon-nagyon tág a kör, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, vagy egy nagyon jó lehetőség, mert nagyon sok olyan ember van, aki nem tud eszközhiányában digitálisan ügyeket intézni, és tulajdonképpen ez a program erre irányul, hogy lehetőséget adjanak az embereknek az ügyeik intézésében. A mai műsorunk eddig tartott, köszönöm figyelmüket, jövő héten találkozunk, várom Önöket, viszontlátásra!